Szocsiban váltóban ezüstérmet szerzett a téli olimpián az amerikaiak rövidpályás gyorskorcsolyázója Junior Szelszky. A budapesti világkupa versenyen nem szerepelt ennyire kiemelkedően, 1000 méteren és a váltóval sikerült a B döntőbe jutnia. Yeah, it was a good race. Jó világkupa volt. Az egyéni teljesítményem miatt egy kicsit csalódott vagyok, de a váltó már jól sikerült nekünk, most pedig már csak a következő világkupára koncentrálunk. I think we're looking forward to next weekend. I got a chance to visit this. Volt rá időm, hogy kicsit megnézem Budapestet és a Lánchidat. Gyönyörű itt minden, úgyhogy nagyon szeretnék még visszatérni. To come back and visit. Vajon mi a véleménye magyar vetélytársairól, Liu Shaolin Sándorról és Liu Shaoangról? They're fun to race. Nagyon szeretünk egymással versenyezni. Ők mindent beletesznek ebbe a sportágba, és ezt nagyon jó nézni, csodálatos élmény lehet a szurkolóknak. Talán kevesen tudják Szelszkyről, hogy édesanyja révén filippino, míg édesapja révén lengyel származású. Megkérdeztük hát tőle, hallott-e már a mondást, hogy lengyel-magyar két jó barát. Nem hallottam korábban, valószínűleg azért, mert én harmadik generációs lengyel vagyok, nagyon régen volt már, amikor a család elhagyta Európát. De ettől függetlenül nagyon jó itt együtt lenni a magyarokkal. Szelszky nem csak a short trackben tehetséges, korábban már a filmkészítésben is kipróbálta magát. Yes, I filmed a documentary in 2013-ban forgattam egy dokumentumfilmet Seattle hip-hop kultúrájáról. Több előadót is követtünk keresztül az országon, és Seattle-ben is mutattuk be a filmet, mert onnan származom. Fantasztikus tapasztalatszerzés volt. Természetesen azért is készítettem a filmet, mert a hip-hop a kedvenc zenei műfajom. Hogy ki most a kedvenc rapperem? Hát azt mondanám talán, hogy Ice Rashad. No, not at the moment. Viszont jelenleg nem gondolkozom új filmen. Most a korcsolyázás a legfontosabb az életemben, csak arra koncentrálok. Talán majd később. Yeah, maybe in the future.